Mi a valóság? Hogy határoznád meg? Mivel? Ha arról beszélsz, amit érzel, amit szagolsz, ízlelsz, látsz, a valóság csupán. Az agyad által megfejtett elektromos jelhalmaz. Ez az általad ismert világ. Eddig álomvilágban éltél, Neo. Nem. Ezt nem hiszem el. Ez lehetetlen. Nem mondtam, hogy könnyű lesz. Csak azt mondtam, igaz. Elég. Engedj ki! If you've retired, you don't have anything to worry about. It's the third time I've said that. I'll probably say it three more times, see? In my line of work, you got to keep repeating things over and over and over again for the truth to sink in, to kind of catapult the propaganda. Jó estét kívánok! Megrázó és bicska nyitogató. Ilyen lesz a napló első fél órája, és megtudhatják, mennyi lesz a nyugdíjuk, hogyha nem tesznek félre. Nagyon meg fognak döbbenni, ígérem. 2013-ban minden megváltozik. Ezt a napló pénzügyi gurúja Tóth András állítja. Azt mondja, akkor kezdenek el tömegesen nyugdíjba vonulni a Ratko korszak gyermekei, ugye tudjuk, akkor születtek a legtöbben. Tehát akkor fordul meg drasztikusan a befizetők és a haszonélvezők aránya. Ugyanis a mostani nyugdíjrendszerünkben a mi befizetéseinkből a mai nyugdíjasok élnek, a mi nyugdíjainkat pedig a mi gyerekeink adják majd össze. A baj csak az, hogy mi, akkori öregek, sokkal többen leszünk, mint az akkori fiatal. Így lehet, hogy majd nem jut elég. Tóth Andrásnak erről hallani fogják, elég egészen markáns véleménye van. A lényeg, hogy szerint egy mai 120 ezres nettó fizetésre jó, ha 40 ezres havi nyugdíjat lehet számolni. Jönnek a spájzolási trükkök azoknak, akik majd ki akarják egészíteni az állami nyugdíjat. Jó napot kívánok! Dr. Tóth András pénzügyi tanácsadót, aki sokak kilátástalan anyagi helyzetét rázta már gatyába, jól ismerik. Azt is tudják, hogy eddig minden családhoz csak jó híreket vittünk. Na ez most nem így lesz. Ezt a valós összeget megtakarítani szinte hihetetlen, elképzelhetetlen így. A legjobb szó erre, hogy tényleg lehetetlen. Hát, én azt gondoltam, hogy ha tisztességes jövedelem után tisztességesen fizetek, akkor megkapom 40 évi munka után a tisztességes nyugdíjamat. Szóval bármerre jártunk Andrással, mindenütt döbbent arcokat hagytunk magunk után. De kezdjük az elején. A pénzügyi guru nem egyebet állít, mint azt, hogy azok, akik 2013 után mennek nyugdíjba, csak filléreket fognak kapni. És ugye vagyunk néhányan. Elemzések szerint az újonnan nyugdíjba menők utolsó nettó fizetésük mindössze 25-40%-át kapják majd kezdő nyugdíjként. Ha még legalább 10 év van a nyugdíjáig, akkor ön jelenlegi értékén számolva körülbelül 32.000 forint átlag nyugdíjat fog kapni. Őszintén be kell vallani, hogy a felosztó kirovó nyugdíjrendszer egy pilótajáték. Tehát az első kifizetőknek az utoljára befizetettek pénzét adjuk. És semmi garancia nincsen a ma 20 éves vagy 30 éves nyugdíjjárulékokat befizetgető embereknek, hogy normális nyugdíjat fognak valaha is az államtól kapni. Tóth András arra vállalkozott, hogy néhány konkrét esetben konkrét számokkal szembesíti majd szereplőinket. Első helyszínünk egy lakótelep kicsi lakása, riportalanyaink pedig egészségügyben dolgozó emberek kis jövedelemmel, hitelekkel és gyerekekkel. Jó napot kívánok, Kármán Éva. A házaspárhoz csatlakozott még a feleség testvére, Viki is. Nagyjából megnézzük, hogy ha így maradna minden, ahogy van, akkor várhatólag milyen lenne a nyugdíjhelyzetük, és akkor megnézzük ezek után, hogy mit lehet csinálni. András először is felveszi az úgynevezett anyagi státuszt. Egészségügyben dolgozom, műtősnöként, és a nettó jövedelmem olyan 120 ezer forint. Hát 30 ezer a minimális becslés, és az optimális becslés pedig, hogy olyan 70-80 ezer forint, ez az, ami várható, és ez egy ilyen egyösszegű fix. András szerint az ideális helyzet az, ha a nyugdíj megegyezik a korábbi fizetéssel.
Kármánék azonban meglehetősen messze vannak az ideálistól, hiszen a szakértő elemzései szerint jövedelmüknek csupán 30-40%-ára számíthatnak nyugdíjként. Esetükben ez 30-40 ezer forint, és ezzel lehet számolni reál értékben is. Hogy érinti önöket az, hogy a jövedelmük 40%-át kaphatják nyugdíjként? Nagyon rosszul, mert így is nagyon nehéz a napi megélhetésünk. Hát András azt mondja, hogy, takarékoskodni kell, tehát meg kell spórolni most azt, amiből majd a nyugdíjas éveiket tengetik. Igen, csak ebből a keresetből, miután a lakás fenntartása, illetve a hitelek, az egyéb napi kiadások olyan szintre lépnek, hogy igazából nem tudjuk, hogy miből tudunk félrerakni. Egy kis magyarázat a kialakult helyzethez. Addig, amíg régen volt egy nagyszülő, 4 gyerekkel, mondjuk 8 unokával, addig mára megfordult a helyzet. Az átlag életkor emelkedésével ma már van 4 nagyszülő, mondjuk 2 gyerek, és nem ritkán csak egyetlen unoka, tehát kevés unokának kell eltartania nagyon sok nagyszülőt. András szerint a családnak egy szerencséje van, fiatalok még van idejük megspórolni a majdani nyugdíjukat. És András tovább ijeszgeti az amúgy is megrémült kis családot. Az ember nap után találkozik a bevásárló központoknál, ugye húzzák maguk után ezeket a nagy görgős cekkereket, ezek az idős nénik és bácsik. Hát azért, mert egy, nincsen autójuk, muszáj elmenniük a legolcsóbb helyre, mert meg kell venniük a csirkefarhátat, mert különben más hússa nem nagyon telik neki. Szóval választhatnak csirkefarhát állami nyugdíjból, vagy méltóságteljes öregkor saját erőből. Ez itt teljesen hasznos és kellő információ ahhoz, hogy igenis az embernek most kell változtatnia, hiszen később nem lesz már lehetőségünk. Első család meggyőzve, kipipálva mehetünk tovább. Zsordány Judit vagyok. A budai családi házban egy pedagógus feleség és egy vállalkozó férj él 2 gyerekkel. András itt is tud meglepetést okozni. Körülbelül a minimálbérnek megfelelő bérrel rendelkezem. Egy olyan 40 ezer forint körüli nyugdíj az, ami jelenlegi reál értéken számítható. Az egyik barátom mondta, hogy az ember pedagógus úgy lehet, hogyha van egy olyan házastárs, aki elnézi neki ezt a hobbit. De gondolom a családi költségvetés is elsősorban nem a maga fizetésére épül. Másik oldalról gondoltak arra, hogy hogyan állítsák össze a nyugdíjat? Tehát a teljes családnak kellene erről gondoskodnia, mert ugye ebből a 30-40 ezer forintból, még hogyha mellé rak is ebből, hát ebből nem nagyon jön neki. Igen, takarékoskodunk már több éve, és gondolunk arra, hogy a későbbiekben az állami nyugdíjat ki kell egészítenünk valamivel. András akár örülhetne is, hiszen szerinte a magyar lakosságnak csupán 2%-a rendelkezik valós megtakarítással, már ami a leendő nyugdíjas kort illeti, de András nem azért jött, hogy elégedett legyen. Az az összeg, amit havonta szeretnének, hogy rendelkezésre álljon, annak a 150-szeresét kell félrerakni. Tehát, hogy azt mondják, hogy 100 ezer forintra van szükség, akkor az 15 millió forint. Persze, csak ha beérik havi 100 ezerrel. Amúgy pedig érdemes megjegyezni ezt a 150-es szorzót. Lehet vele tervezni, és persze szörnyűködni is. Hát ezt a valós összeget megtakarítani szinte hihetetlen, elképzelhetetlen. Sajnos egy olyan korszak következik, amikor mindenkinek tudnia kell, hogy önmagáról magának kell gondoskodnia. És végül az utolsó helyszín. Átlagos méretű, de átlagon felül lakás, egyedülálló vállalkozó hölgyel. Anna 18 éve vezet egy takarító céget, egyedül nevelte fel 2, ma már felnőtt korú lányát, és sosem tartozott az ügyeskedők táborába. Talán éppen ezért éri a legnagyobb döbbenet. Ha egyszer befejezi majd ezt a céget, akkor mit gondolt, hogy hogyan fogja befejezni? Tisztességgel fizette a nyugdíjjárulékot, és nem minimálbér után, hanem egy tisztességes jövedelem után. És azt gondolom, hogy nagyon sok pénzt befizettem, akkor azt nyilván vissza is fogom kapni. Hát én ebben azért nem lennék annyira biztos. Kedves ember, ugye? De ahogy ő mondja, nem azért van, hogy szeressék. Hát én arra számítottam, hogy ha 300 ezer forint a bruttó bérem, kapok 197 ezeret, vagy 187-et, azt gondoltam, hogy a 70%-a körülbelül. És hát nyilván azért még van egy kis időm nyugdíjig, nyilván, hogy minden évben azért emelkedik ez a dolog, én egy olyan 200 ezer forint körül gondolnám, ha most nyugdíjba mennék. Jó, 60-70 ezer forint. 60 ezer forint. Hát akkor jobban járnék, ha bejelenteném magam minimálbérre? Remélt 200 ezeres nyugdíj helyett 60-70 ezeres valóság, és egy nagy kérdés. Van ez a 60-70 ezer forintos nyugdíj, ez hogy hangzott? Hihetetlen.
És jön ismét a matek. Emlékeznek ugye a 150-es szorzó. Ennyivel kell megszoroznunk azt, amit nyugdíjként majd kapni szeretnénk. Ha például ezt a 70 ezer forintot 200-ra szeretnék kiegészíteni, azért 130 ezer forint a különbség, akkor 130 ezerszer 150 az mennyi? Hát ezt így kell számolnom. 19 millió 500 ezer forint. Annának tehát 6 év alatt 20 millió forintot kellene félretennie ahhoz, hogy 200 ezer forintos nyugdíja legyen, vagyis annyi, amennyire számított állami nyugdíjgyanánt, és persze tovább is fizeti a járulékokat. Én azt gondoltam, hogy ha tisztességes jövedelem után tisztességesen fizetek, akkor megkapom 40 évi munka után a tisztességes nyugdíjamat. Hát azért ugye... És eddig ugye nem tartalékoltam, és ugye itt van a pánik az utolsó 6 év, mert most kezdek el gondolkozni, hogy tényleg akkor vajon mi lesz. Úgy vélem, ezt a kérdést most sokan feltették maguknak, és közel ennyien nem is tudják a választ rá. A pénzügyi szakértő azt mondja, hogy kezdjük el most megspórolni a majdani nyugdíjunkat, ami persze újabb kérdéseket generál, hogyan és miből. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, hallelujah és shalom! Thank you.